Ma már használaton kívül van az a völgyhíd, amit kétszer is fel akartak robbantani, de csak egyszer sikerült. És kinek? Matuska Szilveszternek. A Biatorbágyi viadukt építése azután kezdődött el, hogy döntés született, a Budapest-Hegyeshalom Rajka vasútvonalat erre vezetik el. Most Biatorbágyon vagyunk, Bia és Torbágy, akkor két külön község volt, és itt vezet a Füzes patak, ennek a völgyét kellett áthidalni, és kezdjük azzal, hogy rögtön két híd van. Szölöp alapozással készült, de betonból és terméskőburkolat mind a kettő. Az első híd az 1882-83-ban épült, a második 14 évvel később, 1898-ban. És érdekes, hogy ebben az eltelt rövid időben az acélgyártás is már változott kicsit, mert a második híd az úgynevezett folytacélból készült, mármint a acélszerkezete, ami azt jelenti, hogy Diósgyőrben akkor a nyersvashoz már hulladékvasat is kevertek. Természetesen a híd miatt többszörösen megerősített ez az acélszerkezet, keresztrácsokkal és oszlopokkal. Egyébként a szerkezeteket a MÁVAG építette meg. A merénylet idején is ősz volt, 1931. szeptember 13-án történt, amikor a merénylő egy 1,5 kilós robbanótöltetet helyezett el a viadukton, ami az erre haladó bécsi nemzetközi vonat második-harmadik kocsia között robbant föl, de nem a híd robbant föl, hanem ennek következtében a vonatnak az első fele az a mélybe zuhant 26 méter mélyre, a második fele viszont megmaradt fönt a hídfőnél. A vonat tehát szétszakadt, de több kocsija az a hídfőnél fennmaradt sértetlenül, így is 22 halálos áldozat volt, köztük a vonat személyzetének 3 tagja is, többek között a mozdonyvezető. A rendőrség a helyszínen egy levelet talált, ami így kezdődött: munkások, nincsen jogotok, hát majd mi kieszközöljük a kapitalistákkal szemben. A gazdasági világválság közepén vagyunk, 3 évvel a frankhamisítási botrány után, és a kormány statáriumot is hirdetett, és a kommunistákban vélte meg találni a tetteseket. Egy héttel a merénylet után a statáriális eljárást kiterjesztették az illegális mozgalmakra is, és a tettest is megtalálni vélték, amikor egy kommunista munkás először Csehszlovákiába, majd a Szovjetunióba szökött. Őt nem találták meg, nem tudták elfogni, elfogták viszont az illegális kommunista párt két vezetőjét, Sallait és Fürstöt, akiket a statáriális bíróság először halálra ítélt, aztán 1932 nyarán ki is végezték őket. Időközben azonban az újságok megírták, hogy Ausztriában és Németországban is történt néhány hasonló merénylet. Így került a bécsi rendőrség látókörébe Matuska Szilveszter, 39 éves bécsi vállalkozó, aki már a Biatorbágyi robbanás helyszínén is jelen volt, de bekötözve álsebekkel így felhívta magára a figyelmet. Matuskát végül Bécsben vették őrizetbe, mert kiderült, hogy ugyan szerepelt a vonatutas listáján, de nem volt ott. Korábban viszont robbanóanyagot, meg vascsövet, gyújtózsinort vásárolt, amit ő azzal magyarázott, hogy kőbányája van, és a gyárának a kéményét is fel akarta robbantani. Végül beismerő vallomást tett, és elismerte a két ausztriai és németországi merényletet is. Bécsi tárgyalásán először elmebeteget játszott, az orvosok azonban épelméjűnek minősítették, és 6 évre ítélték. 1934. novemberében viszont Budapesten is bíróság elé került, de szerencséje volt, mert hiába vádolták meg 22-szeres gyilkossággal, és hiába ítélték volna halálra, az osztrák hatóságok csak úgy adták ki, hogy mivel Ausztriában akkor már nem ismerték el a halálbüntetést, ha nem halálos ítéletet kap.
Így életfogytiglant kapott, amit a Váci börtönben, a Váci fegyházban töltött, ahol elutasított találmányainak a tökéletesítésén dolgozott, továbbá képeket festett a kislányának. Aztán, amikor 1944-ben a szovjet csapatok bevonultak Vácra is, az űrzavarban kiszabadult és eltűnt. 1944 végén másodszor is megpróbálták felrobbantani a viaduktot, a visszavonuló német csapatok már elő is készítették a robbantást, de erre végül is nem került sor. Vagy a szovjet csapatok értek ide túl gyorsan, vagy egy másik állítás szerint a Torbágyi hídőrség parancsnoka, egy karpaszományos hadabród őrmester és a vasút ellenőrző tisztje elterelve a németek figyelmét, ezt sikeresen megakadályozta, úgy, hogy a robbantást, mert már az írásbeli parancs is megérkezett karácsony előtt erre, máshol egy közeli helyszínen hajtották végre. A vasútvonalat később, a 70-es években egy kilométerrel északabbra helyezték, amikor a Hegyeshalom-Bécs vonalat villamosították. Így a hídpárt ki is vonták a forgalomból, sőt még a lebontása is szóba került, de szerencsére inkább műemlék lett, ipari műemlék, a fiatalabb baloldali hídon pedig kerékpárút fut.